Hogyan zárult az első és hogyan indult a második fél év a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolában? Erről Földváriné Simon Ilona igazgatót kérdeztük. Iskolai szinten jól, 4,4-es átlaggal zárták a fél évet, képességüknek megfelelően teljesítettek a gyerekek, mondta az igazgató, aki szólt arról is, vannak, akik kicsit alul teljesítettek a megszokottakhoz képest, de ők a második fél évben még javíthatnak osztályzataikon. Mi, mint iskolavezetés, én azt gondolom, hogy elégedettek voltunk. Fel is tettük a Facebook oldalra, 4,4 lett a iskolának az átlaga, és képességüknek megfelelően teljesítettek a gyerekek. Nyilván én egy összeredményt mondok, de természetesen az egyes gyerekeknél ezt differenciáltan kell érteni. Azért születtek gyengébb jegyek, gyengébb osztályzatok is. Én azt gondolom, hogy azok a diákokat, ezek a gyengébb osztályzatok majd ösztönözni fognak arra, hogy ebben a hosszabb, lényegesen hosszabb második fél évben jobban rákapcsoljanak, és még jobb eredményt érjenek el. Most online zajlanak a versenyek, a nevezetesebbekre ők is beneveztek. Az országos Vas Albert vers és prózamondó versenyre készülnek jelenleg. Részt vesznek az országos Dr. Hajdú Muharos versenyen, és a klasszikus hagyományos Teleki Pál versenyre készítik a szaktanárok a tehetséges diákokat szeptember óta. Több iskola úgy gondolta, abban reménykedett, hogy ezt élőben meg tudja tartani hagyományos módon, aztán ugye jöttek a levelezések, hogy végül is online formában lesz megtartva, mint például az országos Vas Albert vers és prózamondó verseny. Erre is készülünk természetesen online módon, mert ugye beneveztünk még decemberben. Aztán részt veszünk a szintén országos versenyen, a dr. Hajdú Muharos versenyen. Tavaly is részt vettünk, szép eredménnyel, és azok a klasszikus, hagyományos versenyek, azok úgymond megmaradtak, tehát a Teleki Pál földrajz, földtan verseny, ez egy Kárpát-medencei verseny, a természettudományos versenyek, és hát ezekre készítik a szaktanárok a tehetséges diákokat, mondhatnám, hogy szeptember végétől folyamatosan. A 65 nyolcadikos közül többen elmennek a városból Szolnokra, Debrecenbe, kiemelt gimnáziumokba. Ők már megírták a központi felvételiket matematikából és magyarból. Vannak, akik a sport miatt mennek a megyeszékhelyre tanulni, de sokan maradnak a helyi refi gimiben és a Szent Annaiban is. Az igazán tehetségesek, inkább úgy mondanám, hogy a több talentumú gyerekek, ezt úgy kicsit sajnosan mondom, hogy elmennek a városban. Vannak, akik Szolnokra mennek, elsősorban a sportos gyerekek, ilyen sportiskolában, de Debrecen is nagyon felkapott, még mindig a Tóth Árpád, aztán hát vannak ott még kiemelt gimnáziumok. Megírták ezek a gyerekek a központi felvételét matematikából és magyarból, még az eredmények nem publikusak. Annak nagyon örülünk, hogy sokan választották a helyi gimnáziumot, a református gimnáziumot itt Karcagon, és a református technikumba is, mezőgazdasági technikumba is mennek diákok. 65 nyolcadikos gyerekünk van, végzős gyerekünk, tehát az ő továbbtanulásukra, illetve a jelentkezési lapjukra kell odafigyelni, hogy február 19-éig el legyenek küldve. Egy nyolcadikos diák tett decemberben középfokú nyelvvizsgát, és 14-15 fő készül még erre a tanév során. Egy diákunk, egy nyolcadik A-osztályos diákunknak megvan a középfokú nyelvvizsgája, de többen készülnek, folytatják a készülést.
mert most ugye a központi felvételére készültek, több energiát fordítottak, hogy tényleg bejussanak jó nevű vidéki gimnáziumokba. Ugye ezen már túl vannak a diákok, és most teljes erővel, teljes gőzzel tanulnak a nyelvvizsgára, és megpróbálják a középfokú nyelvvizsgát. Az én tudomásom szerint olyan 14-en, 15-en vannak, akik próbálkoznak, de nyilván a későbbiekben is a számuk az emelkedhet, illetve a nyári szünetben is mennek diákok, és nekünk már erről nem mindig, nem minden esetben van visszacsatolásunk, hogy a nyári szünetben, amikor ők már a mi iskolánkból elballagtak, és akkor a mi eredményünknek köszönhetően, megvan a nyelvvizsga.